Egy friss kutatás szerint a folyamatos tanulás nagyban hozzájárul az agy életen át tartó egészségéhez. A Békés Csabai Médiacentrum Kft. Több nyugdíjas csoportot vendégül látott, hogy bemutassa a média világát, vagy iskolákba látogatott el, hogy megtanítsa az időseket a digitális eszközök használatára. Így érkeztek meg a Békés Csabai Médiacentrum épületébe az első látogatók. Eleinte még kicsit bátortalanul sétáltak a hosszú folyosón, majd érdeklődéssel ültek le a tárgyalóteremben. Köszöntjük Önöket itt a Békés Csabai Médiacentrum Kft-nél. A Békés Csabai Szlovák Senior Klub tagjait a Médiacentrum ügyvezetője köszöntötte, majd bemutatta nekik a társaság különböző média felületeit. Illetve van egy 7.tv nevezetű média felületük, amit nem tudom, hogy ismernek-e. A Békés Csabai Médiacentrum Kft. A megyeszékhely legnagyobb médiaszolgáltatója. A cég három platformon, a Csabai Mérlegben, a behír.hu oldalon és a 7.tv-n nyújt friss információkat a környékbelieknek. A Békés Csabai Médiacentrum Kft. Békés Csaba legnagyobb médiaszolgáltatója. Ugye az egyetlen olyan cég vagyunk, aki majdhogy nem teljes portfólióval rendelkezik a médiapiacon. Bár sokan találkoznak a társaság munkáival, azt nem tudják, hogyan zajlik a munka a szerkesztőségben, milyen egy forgatás, vagy hogy milyen eszközökkel dolgoznak egy tévéstúdióban. És ugye a városlakók ismernek bennünket, ismerik a mi működésünket, de nem nagyon látnak bele abba a mindennapi munkába, ami itt folyik. És ezért van az, hogy a Médiacentrum Kft. Ajtaja mindig nyitva áll mindenki előtt, minden korosztályt szívesen látunk. Így láttuk ma vendégül a Szlovák Senior Klub tagjait, akik szerették volna megismerni, hogy hogy is működik itt hogy működnek itt a hétköznapokban a munkálatok. A Csabai Mérleg indult legrégebben. Diós Zsolt felvázolta a látogatóknak, milyen fejlődésen ment át a lap, mire elérte jelenlegi formáját. A rendszerváltáskor indult el a lap. Szabadkai Pál elmondta, hogy régóta ismeri és szereti a Csabai Mérleget. Maga az újságot ismerem, mert minden héten, vagy amikor megjelenik, átolvasom, és tetszik benne, amit leírnak, és valóban a valóságot írják, úgy érzem. A cég média felületeinek rövid ismertetése után a vendégek a gyakorlatban is bepillantást nyerhettek a munkafolyamatok rejtelmeibe. A tárgyaló irodából a stúdióba vezetett a látogatók útja. Miután mindenki elhelyezkedett, a tévé adásrendezője és egyik műsorvezetője mutatta be a műsorgyártás eszközeit. Ez a része a stúdiónak viszont úgy van csinálva, hogy lehet változtatni, ki lehet pakolni, és a paravánok, amik itt vannak önök mögött, ezeket lehet csúsztatni. Ezt az elemet például le tudom tolni a másik oldalra a legvégéig. Kamerák, reflektorok, súgógép. A tévégép parkja lenyűgözte a szlovák klub tagjait. Hát egy kis bepillantást nyertünk már, mert voltunk Szegeden is egy ilyen stúdióban, de ez egészen más volt. Mi ragadott meg? Az a csodálatos géppark, ami gondolom több millió forint értékű. Tényleg nagyon jól fel vannak szerelve. Fazekas Róbert elmondta, hogy a stúdióban a napi hírek és híradó felvételek mellett több magazinműsor is készül, és valamennyihez más-más beállításokat használnak. A lámpák is úgy vannak beállítva, hogy mindig az adott műsorhoz vannak, le vannak programozva egy fénypulton keresztül, és gyakorlatilag csak egyetlen gombnyomásra az a lámpasor kapcsolódik be olyan erősséggel, ami az adott műsorhoz való. A többi lámpa az nyugszik, és ugyanez fordítva a híradónál is. Az eszközök bemutatása után a műsorvezető feladatairól is szó esett. Ott szokott ülni a műsorvezető, hogyha önök közül érez valaki bátorságot, akkor be lehet ülni és ki lehet próbálni, hogy milyen, és itt meg tudjuk nézni a képernyőn, hogy milyen is ez. A TV képernyőjén a műsorvezető látszik, a munka nagy részét viszont egy egész csapat végzi. Tehát igazából nem vagyok én itt magamra utalva, hanem ez egy több ember által gondosan előkészített, összetett feladatnak hát az egyik leglátványosabb része, mert ugye igazából ez már a gyártásnak a legvége, amikor úgy összeáll egy teljes egészé, mondjuk egy híradós anyag, amit utána a tévében is láthatnak. Segít engem még kontrollmonitor, erről is látszódik, tehát akár magazin műsort készítünk, tudjuk ellenőrizni magunkat,
illetve én is az anyagokat is ugyanúgy a bejátszásokat látom, mint ahogy a néző látja, és azt is látom, hogy amikor vége van, akkor jön majd a következő. Ahogy az iskolákban is lenni szokott, elmélet után a gyakorlat következett. Hogyha ide jönnek óvatosan, meg tudják nézni, hogy mit látom. Itt van a súgó. A médiacentrum látogatói egészen közelről követhették végig egy híradó felvételét. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A sok információ és bemutató után volt, aki próbára tette magát, és kipróbálta a hírolvasói szerepet. Július 15-től megkülönböztetett jelzéssel kell ellátni a kereskedelembe kerülő magyar származású szárnyas húsokat. Ezzel még nem volt vége a látogatásnak. A klubtagok útja tovább vezetett az úgynevezett vezérlőhelyiségbe. Itt kap helyet a hangmérnök, a súgó, az adásrendező és az adásszerkesztő is. Ez az a helység, ami ugyan a felvételeken nem látszik, de az itt folyó munka nélkül nem jöhetne létre az adás. A vendégek most ebből a szemszögből is megnézhették a műsorgyártást. Nagy változások. Kicserélt játékos kerettel és új vezetőedzővel kezdték a felkészülést a Csabai kínosok. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A klubtagok ezután még egy rövid időre visszatértek a tárgyaló irodába, hogy megbeszéljék a nap történéseit. Többen hálájukat fejezték ki, amiért bepillantást nyerhettek a média világába. Én nagyon jól éreztem magam. Olyan dolgokat ismertem meg, amit eddig nem tudtam, és nagyon örülök, hogy eljöttem. Szabadkai Pál a Csabai mérleget ugyan rendszeresen olvassa, a TV munkáit azonban nem ismerte korábban. Hát úgy érzem, elejtő fogva, hogy bemutatták itt nekünk, ez részemre egy új dolog, mert még nem jártam ilyen helyen. És nagyon jól csinálják, amit csinálnak a stúdiókban. A vendégek között voltak olyanok is, akik korábban jártak más stúdióban, mégis lenyűgözte az a környezet és az a csapatmunka, amit itt tapasztaltak. Az igazság az, hogy nagyon örültünk neki annak, hogy meghívtak minket ide, ugyanis voltunk mi már Szegeden, a szegedi stúdióban, de ez megint csak más volt, és a másik meg az, hogy talán bepillantást nyertünk abba, hogy hogy is folyik ez az egész, tehát egy eszméletlen munka, ami itt van, hogy csak a szánkat tátottuk, mert ez hihetetlen, amit itt művelnek, hogy egy ilyen gyönyörű kis műsort adjanak nekünk Békés Csabáról és környékéről. A szlovák senior klub tagjai jó élménnyel tértek haza a látogatásról. Többen kifejtették, hogy olyan dolgokat láthattak, amikről korábban nem tudták, hogyan működnek. A Békés Csabai Médiacentrum munkatársai nem csak a média világába engedtek betekintést. Több idősekből álló csoportnak tartottak előadást informatikai eszközökről és használatukról. Úgyhogy felkerült is bele a közepébe, én hoztam a saját kis okos eszközömet. Az oktatók egészen az alapoktól kezdték a foglalkozásokat a nyugdíjas korúakkal. Úgyhogy hát oldal az végignézik, mindegyik eszköznek az oldalán van egy kis pöcök, egy vagy több. Az egyik résztvevő elmondta, a legnagyobb problémát a korosztályuk számára az jelenti, hogy sokan nem tudják, milyen tudású eszközt szerezzenek be. A foglalkozások ebben is segítséget nyújtottak. Ez nagyon jó, ez az oktatás, legalább fogalmunk lesz róla. Tehát, hogy az ember tudni fogja kezelni. Nem az, hogy profi módon, de lesz fogalma. Nagyon sokszor az okos telefonoknál az a probléma, hogy minden ablakot kinyit, és utána gondolkozik, hogy hoppá, lemerült. Sokszor nincsenek tisztában, hogy milyen okos eszköz szeretnének venni. Volt olyan szépkorú is, aki arról számolt be, hogy a gyermekei és unokái motiválták arra, hogy jelentkezzen a képzésre. Ugye vannak gyerekek, vannak unokák, anyu, hát nem érted? Innen indultunk. És itt most olyan csípcsup dolgokat tanulok meg, most már utólag, de indulásnak, mit tudom én, az a nagyító például nem tudtam, hogy mi. És azért ötször meggondoltam, hogy mire nyomok rá. A programot a Békés Csabai Médiacentrum és az Egyensúly AE Egyesület közösen szervezte. Az Egyesület elnöke arról számolt be, hogy a koronavírus miatt kialakult helyzetben különösen nagy haszna volt az oktatásnak.
ez az oktatás elsősorban olyan eszközöket mutat be, amelyek a vírus folyamán nagyon nagy jelentőséggel bírtak a kapcsolattartásban, hiszen ez a korosztály az, akik a legveszélyeztetettebbek voltak, viszont nem rendelkeztek megfelelő informatikai tudással, vagy esetleg eszközzel sem. Ezért ez a pályázat nagyon jól jött arra, hogy főleg az idősebbeknek ugye mindenképpen tájékoztatást nyújtsunk arról, mi mindenre tudják használni, és milyen pótló tevékenységgel tud szolgálni ez a informatikai eszköz. Most itt elsősorban tablettekről van szó. Jelenleg a Nők Egyesületét hívtuk meg egy ilyen találkozóra, egy foglalkozásra, és a médiacentrum munkatársai fogják bemutatni azokat az eszközöket, amelyek segítségükre lehetnek így a kapcsolattartás folyamán. A Bankó András utca 44 szám alatti telephelyünkön állunk. Ez az Egyensúly AE Egyesületnek olyan telephelye, amely több közösségi térrel is rendelkezik. E pályázaton belül egy sikeres tetőfelújításon esett át az egyébként önkormányzati ingatlan, amely lehetőséget biztosította biztonságos foglalkozások megtartásához. Igen, szeretnénk, erre majd várjuk is az érdeklődőket. Egyébként a civil információs központunkban mindenféle oktatás van, és többféle képzést is tartunk, akár informatikai képzést, akár szabadidős programokat szervezünk, de jogi tanácsadást is tartunk, pályázati tanácsadást is, és mindegyikre várjuk szeretettel a kedves érdeklődőket. A honlapunkon megtalálnak bennünket. Az oktatáson a Békéscsabai Médiacentrum munkatársai megtanították a résztvevőket többek között az okos eszközök általános kezelésére, valamint a kommunikációs alkalmazások használatára, de szó esett az okos telefonos vagy tabletes fényképezésről is. Az ilyen csendevő alkalmazásokat fogjuk megnézni, és akkor kezdenénk a Facebooknak, ha egy olyan szolgáltatás, amit úgy hívnak, hogy Messenger. Az oktatás vezetői a kidolgozott tananyag átadása mellett arra is lehetőséget biztosítottak, hogy a képzésen résztvevő időskorúak feltehessék kérdéseiket a saját eszközeikkel kapcsolatban. Én személy szerint nagyon praktikusnak találtam, hasznosnak, mert nagyon sok hasznos dolgot tanultam, meg bővítettem a tudásomat. És amit feltettem kérdéseket, arra kaptam nagyon jó választ, amivel meg vagyok elégedve. A képzéssel a résztvevők is nagyon elégedettek voltak. Hát számomra rendkívül hasznosak voltak, mert igazából nem ismertem ezeket a lehetőségeket, hogy mit lehet csinálni, akár a tableten, akár a telefonon, és azért nagyon sok segítséget kaptam. Azért is érkeztem, mert minden ilyen új információra nagyon nyitott vagyok, koromnál fogva, közel a 70. évemhez, és ez engem érdekel, tehát nem szeretnék elmaradni. Hiába van 3 gyerekem, előttük is ez alapvető dolog, hogy tudjak, értsek hozzá, vagy hát kövessem az új információkat. Használom is napi szinten, azt megmondom, de voltak kérdéseim, és választ is kaptam rá, akkor ezt így mondhatom nyugodtan. Buhan Andrásné azt is elmondta, hogy az itt megszerzett tudást a mindennapokban is hasznosítani tudja majd. Ezt minden nap most is használom, akadályt okozott konkrétan egy mobiltelefonról a képernyő rögzítése, tehát nem az, hogy képet elmentek, és akkor ennek nagyon örülök, mert akár egy kézimunka oldal, tehát egy ilyen bármi nőjes, vagy egy kép, amit csak úgy tudok lementeni, hogy lefotózom a mobiltelefon oldalát, ezt nagyon köszönöm, mert többek között ezt is itt tanultam meg, és kaptam. Az oktatás mellett a stúdió látogatásnak is nagy sikere volt. Olyannyira, hogy a Szlovák Senior Klub egy másik csoportja is megtekintette a Békéscsabai Médiacentrum munkáját. A forgatókönyv most is hasonló volt. Az érkező csapatot a Médiacentrum ügyvezetője fogadta. Hogy is néz ki egy ilyen a média világa? Diós Zsolt ez alkalommal is a különböző média felületek ismertetésével kezdte a bemutatkozást, ezután pedig a stúdióba vették az irányt. A látogatók egy csoportképet is készítettek magukról a stúdióban. A Médiacentrum munkatársai bemutatták a stúdió felosztását, ahol két részre van osztva a tér.
A terem egyik felében a magazin műsorok készülnek, mint amilyen a hetente új adással jelentkező művész bejáró, vagy a két hetente megjelenő vallási magazin a Kikötő, de itt veszik fel a Kezdőkör című sportmagazint is. Ahol most ülnek, ez a magazin műsoros része a Ez az oldala a stúdiónak mozgatható, átépíthető, a másik része viszont fix. Itt készülnek minden nap a hírek, a híradók, valamint a szintén naponta friss tartalmat kínáló aktuális magazinok. Ez alkalommal kérdésekből sem volt hiány. Az időskorú vendégek számos részletre kíváncsiak voltak. Hogyan közvetít élőben a tévé, hány emberre van szükség egy adás elkészítéséhez, vagy hogy milyen ruhatárral rendelkezik egy műsorvezető. A sok elméleti információ után a Médiacentrum munkatársai ismét megmutatták, hogyan történik egy napi hírek adásának elkészítése. Jó napot kívánok! Rövid híreink következnek. Elindult az őzek párzási időszaka, emiatt az állatok gyakrabban keresztezhetik a közutakat, akár már napközben is. Az európai őz hazánk legnagyobb egyedszámú és legelterjedtebb nagyvadfaja, párzása július második felétől augusztus közepéig tart. Ezt követően a vendégek most is kipróbálhatták, hogyan kell felvétel közben a súgóról olvasni. Ó, nehéz szó, őz üzekedés. Tehát nem hallok semmit, de nem baj, akkor vagy csak próbáljam így olvasni. Amikor elkezdi olvasni, amikor készen áll rá, ugye az őzüzekedés az a címe, ami a számban van, azt nem szoktuk mondani az első szót, hanem onnan. Nem, mint óvodában mesett címét, így van. Igen. Kezdem akkor. Elindult az őzek párzási időszaka, emiatt az állatok gyakrabban keresztezhetik a közutakat, akár már napközben is. Az európai ősz hazánk legnagyobb egyedszámú és legelterjedtebb nagy vadfajta. Faja! Párzása július második felétől augusztus közepéig tart. Lerakták az Erkelfelett tér alapkövét kedden Gyulán. A 100 éves cukrászda előtti terület, az Erkelfelett szobor környezete zöldváros kialakítása Gyula című pályázat részeként újult meg. Ünnepélyes eseményen a város polgármestere kiemelte a kivitelező egy olyan tér felújítását kezdte el, amely a turisták által leginkább látogatott helyszínek közé tartozik. Kedden tovább folytatódott a Békés-megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tábora. A nap végén a szlovák klub tagjai is értékelték a látottakat. Seres Gézáné elmondta, nagy élmény volt számára ez a látogatás, hiszen fontos, hogy jobban megismerjük a városunkat, környezetünket. Ezt mi találtuk itt a Senior Klubban, hogy részben én is, hogy ismerjük meg Békés Csabát, és ez egy olyan csodálatos hely, hogy mi kívülről nem volt betekintésünk, ugye? Csak hallottunk róla, hogy itt Békés Csabán ilyenek vannak, mint ez a stúdió. Nagy-nagy élmény nekünk. A megkérdezett klubtagok közül legtöbben az összefogást és a csapatmunkát emelték ki. Nem ismertem egyáltalán, nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen. Örülök, hogy eljöttem, mert tényleg nagy tapasztalatokat szerez az ember, és megéri ide eljönni. Nagyon jó munka folyik, összefogással, jó kollégákkal úgy látom, és érdekes dolgokat tapasztaltam meg. Kíváncsiak voltunk, hogy hogyan készül itt a tévéműsorok, hogyan jönnek elő, híradó, meg minden. Nagyon ügyesen csinálják, megnéztük mind a két helyiséget, nagyon jól dolgoznak, összedolgoznak, mert ez csak úgy működik, ha tényleg nagyon összedolgoznak. Gálik Pálnénak pedig a hírolvasás tetszett legjobban. Hát remekül éreztem magam, nem voltak elvárásaim, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam. Tehát nagyon csodás világ, főleg a hírolvasás, vagyis nekem nagyon tetszik. Végül pedig jó tapasztalatokkal távoztak. Tapasztalat? Hát nagyon-nagyon-nagyon jó. Olyan dolgokat néztünk, láttunk meg, ami egy kicsikét arra utal, hogy milyen nehéz munka folyik a színfalak mögött. Mi csak a tévét nézzük, és a mögött milyen munka van, azt itt láttuk meg igazából. Az esemény sorozat után Diós Zsolt is értékelte a programokat. A Békés-csabai Médiacentrum
egy Európai Uniós pályázaton vett részt, ahol azt a feladatot vállaltuk, például a többek között, hogy az idősebb generációnak is bemutatjuk a digitális eszközöket, az okos eszközöket, hogy miként használhatjuk őket a mindennapokban. Ugye ma már nincs ilyen generációs különbség a digitális eszközök használatában, sőt elmondhatjuk, hogy talán a legaktívabb az idősebb generáció, viszont ugye megvásárolnak eszközöket, és nem mindig tudják, hogy annak milyen funkciói vannak, mit lehet velük tenni, mire jók, és mi ebben próbáltunk nekik segíteni. Remélhetőleg ez nekik is a hasznukra lehet. Az idős korosztálynak kik tartottak előadást, és milyen témákban? A Médiacentrum munkatársai tartottak előadást, ugye ketté osztottuk, ezt ugye képzésnek hívhatjuk ezt a formát, ketté osztottuk, tartottunk egy elméleti, illetve egy gyakorlati oktatást is. Az elméleti részben a média világát mutattuk be, elmondtuk elméletben, hogy hogyan működnek ezek a digitális, illetve okos eszközök, a gyakorlati részben meg természetesen a gyakorlatban mutattuk be. Ugye az ő esetükben ez sok esetben az volt, hogy a speciális eszközök, tehát amiket a saját eszközeiket hozták el erre ezekre a képzésekre, és azon lett nekik megmutatva, hogy mit, hogyan kell használni, illetve hogy a legcélszerűbb ezeket az eszközöket működtetni. Összesen hány alkalommal tartottak előadást, vagy oktatást, foglalkozást, és hányan, milyen létszámmal voltak jelen rajta idősek? 15 alkalom volt, amikor idősekkel dolgozhattunk együtt. Több száz nyugdíjas korú vett részt ezeken a képzéseken. Ugye ezeknek a tematikája, ahogy mondtam, elmélet és gyakorlat volt. Ugye ebbe beletartozott egy stúdió látogatás is, amikor eljöttek hozzánk, és megmutathattuk a Médiacentrum mindennapjait. Milyen visszajelzéseket kaptak? Hogyan értékeltek maguk a résztvevők? Elmondhatom, hogy csak pozitív visszajelzést kaptunk. Sőt, volt olyan érzésünk, hogyha ezt egy állandó szakkörként működtetnénk ezt a képzést, akkor is lenne folyamatosan rá igény, hiszen kérdések tömkelege érkezett a kollégákhoz, amiket ugye több-kevesebb sikerrel átadtuk nekik a tudást, és ezért ők hálásak voltak, illetve hát azt gondolom, hogy az ő kapcsolattartásukban is ugye ez egyre fontosabb szerepet játszanak ezek az eszközök, tehát dicsekedtek is azzal, hogy ugye most már sokkal egyszerűbben tudnak kommunikálni mondjuk a távolabb élő családtagokkal, unokáikkal, gyerekeikkel. Önök, a Békés Csabai Médiacentrum és a munkatársai milyen tapasztalatokat vontak le a foglalkozásokból? Van-e valami, amit önök tudnak hasznosítani az idősekkel történt találkozásokból? Ugye, tehát a legnagyobb hasznunk ebben talán az, hogy egy olyan tematikát dolgoztunk ki, amit a későbbiek során is tudunk alkalmazni. Tehát ugye így felépítettünk egy teljes előadás sorozatot, mind az elméleti, mind a gyakorlati részét. Tehát innentől kezdve elmondhatjuk, hogy már egy ilyen dologgal is rendelkezik a cégünk, hogy ezt a későbbiekben is tudjuk használni. Ezen kívül ugye tapasztalatot is szerezhettünk mindemellett, hogy milyen is egy ilyen átfogó oktatás, illetve hát az idősektől, az életkorukból adódó élettapasztalat, amiket megosztottak velünk, az is a mi előnyünkre fog válni. Terveznek-e hasonló jellegű programokat a közeli, vagy esetleg a távolabbi jövőben? Hát a Békés Csabai Médiacentrum egy nyitott cég, tehát a cég ajtaja mindig nyitva van itt a Szabadság téren, tehát bárki bármikor bejöhet, megnézheti, hogy működik a cég, hogy dolgozunk, és ezt természetesen a továbbiakban is ezt fenntartjuk, tehát bármikor bárkinek bemutatjuk, illetve hogyha igény mutatkozik rá, és megkeresnek bennünket idősebb szervezetek, vagy nyugdíjas szervezetek, a városi, vagy akár a városon kívülről is, akkor nagyon szívesen partnerei vagyunk egy-egy ilyen képzésnek, hiszen ez az a jó, hogyha ha mindenki tisztában van azzal, hogy működnek ezek az új eszközök a mindennapjainkban, és ez azt gondolom, hogy a cégünknek is jó, hiszen a mi média felületeinket fogják elsősorban használni a képzéssel résztvevők. Mind a stúdió látogatások, mind az oktatások olyan tapasztalatokkal szolgáltak a Médiacentrum munkatársainak és az időskorúaknak, amelyeket a mindennapokban is hasznosítani tudnak majd.